Köszöntöm a stúdióban Miakics Gábort, a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltjét itt Szentendrén, mégpedig a 2. számú egyéni választókerületben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és elfogadta a meghívásunkat, és talán kezdjük a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Miakics Gábor vagyok, Pannonian lakom, Dózsa György utcában. Mezőgazdasági gépésznének az eredeti végzettségem, gazdasági szakmének a második, de jó 25 éve azért településfejlesztéssel, városfejlesztéssel, településfinanszírozási kérdésekkel is foglalkozom, hol gyakorlatban, hol az elméletével. Ami még fontos, 3 gyermekem, Szentendrén, 2 unokám, én magam is itt születtem, ismerem az itt élőket, ismerem Pannoniát, ismerem a várost, szeretek focizni, kertészkedni, sokan tudják rólam. És hát szeretem ezt a várost, szeretem az itt élőket, szeretem Pannonia telepi lakosokat is. Miért tartotta fontosnak, hogy mint képviselőjelölt is induljon a választásokon? Hát, mint mondtam, ugye ebben a körzetben lakom. Sokszor utaztam úgy is, hogy mondja, sokan most is, hogy vagy hével, vagy busszal. Azért látom, hogy milyenek az állapotok, bejárható ez a környék. Volt fejlesztés itt is, de azért sok olyan kérdés van, amit meg kell oldani. Akár az utak, járdák állapota még mindig, ugyebár volt néhány fejlesztés, de jó néhány belső úton alig lehet elmenni. Vagy ha megnézzük mondjuk a hév megállót, hogy hogy néz ki mondjuk, hogy nincs oldala most már másfél éve, vagy hogy néznek ki a busz megállók, vagy hogy gyalogosan nem lehet eljönni a buszpályaudvartól mondjuk Pannoniáig, mert ha esik az eső, akkor mondjuk nőtlen tiszt előtti részen, ugye bokáig élünk vízben, nem lehet elmenni, vagy a 11-es út állapota, ami ha ott nem is lenne víz, azért szépen lefröcskölnek, mert ugye a nyomvcsávban szafénk például nem lehet közlekedni. Aztán van egy olyan dolog is, hogy Pannonia az mindig egy valamiféle közösség, vagy ugye körülbelül, vagy nem körülbelül, hát tulajdonképpen 2 rész van, a kertvárosi rész és ugye a lakótelepi része. Szeretném, ha ez újra közösség lenne, szóval közösségi rendezvények is lennének egy kis körzetben is, hozzátartozik talán ez is ahhoz, hogy mondjuk igazán Pannonia kialakuljon újra. Nem hiszem, vannak ilyenek, vannak kisebb közösségek, de jó lenne ezt egy kicsit bővebbé tenni. Vagy hát van egy kezdeményezés a Pannonia úti gyalogátkelőjén, ugye rengeteg baleset történik. Azt például messze menekig támogatom, hogy ott valamilyen lámpás kereszteződés legyen. Ott nagyon sok kismama is megy át ugye az óvodához gyerekkel, és ott nagyon sűrű balesetek vannak. De ez is talán arra is tartozik, hogy miért. Mert én szeretek figyelni az emberekre. Szeretném, hogyha szintén így közösen oldalánk meg dolgokat. Ezen kívül milyen egyéb érkeztek-e önhöz visszajelzések, esetleg a választópolgárok részről, akár most az aláírásgyűjtés alkalmával, arról, hogy milyen fejlesztések vagy változtatások szükségesek esetleg itt Pannonia telepen? Hát ezen kívül, amiket megemlítettem, mert ez is az emberektől való dolog, bár némelyiket ugye magam is megtapasztaltam, de azért más, amikor mondják, néha eszébe se jut az embernek, hogyha még hiába tapasztalta is meg. Hát ugye tulajdonképpen, amiket elmondtam, azon kívül még hagy puskázzak egy kicsit, mert azért én összeírtam, amikor beszélgettünk. Hát ugye például, ha megnézzük, ezt sokan említették, hogy azért amit megcsinálunk is, azt tisztességesen csináljuk meg. Egy közmeghallgatáson én magam is például a Lili utca járdát szóvá tettem. Hát nézzük meg, utána javítottak rajta, de már most töredezik éppen azért a szala, hogy amit megcsinálunk, azt tisztességesen csináljuk meg, ne az legyen néhány év múlva mondjuk egy vízlevezető árok már beomlik, pedig az milyen jó dolog volt, vagy nem folyik bele a víz, mert más a szintkülönbség, szóval ez sokakban megemlítették. Elismerve azt, hogy volt változás, de hogy ilyen jelű probléma volt. Ugye mi volt még, amit, ja, például a derapatak zsilipje, a derapatak állapota, ugye ott a víz megállása, a zsilip állapota, ott sokszor pincékkel gond van, és az bizony összefügg ennek a működésével, a karbantartásával. En is. Aztán van még, lehet, hogy egy kicsit furcsa, hogy most hangzik a tévében is, hogy mennyi pályázatot lehet beadni. Én úgy gondolom, hogy például ebben is tudnék segítséget nyújtani, hogy egy-egy, akár egy család, vagy egy közösség pályázata, én magam is több pályázatot csináltam az elmúlt évben is, például ez is egy közösségépítő lehet, hogy közösen kitaláljuk. Ha már vannak ilyen pályázatok, ami közvetlen lakosságot is érinthet, aki tud, az enyém részt rajta, és ebben kapjon egy kis segítséget, technikait. Sokan ugye ebben nem ismertek,
nem ismerősek ebben a dologban, ez is talán fontos dolog lehet még. Lejárt az idő, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok ennek is. Köszönöm szépen.